Úgy gondolom, hogy a technikálat az nagyon nagy szerepe van az esetében egy képességünk nevelése érdekében. És a technikálatnak a másik nagy hatása, hogy nagyon nagy mértékben képes vonzani az embereket egy-egy területre, akár Budapestre, akár vidéki helyszínekre. És itt a vidéki helyszíneket is említeném, hiszen vannak olyan területek, amiket eddig kevésbé vehetnek fel, ugyanakkor nagyon nagy értékekkel rendelkeznek, van mit fejleszteni, és talán a pontosan az idegenből való adóbevételen keresztül, ahogy polgármester is említette, lehetősége van ezen a területekre, hogy plusz bevételre tegyenek fel az egyik oldalról, az önkormányzat bevételei szempontjából, másrészt pedig a gondolkodó és ott tevékenykedő vállalat kis és közepes vállalkozása számára ez egy bevételi forrás szerint. Én nagyon szeretném, hogy a tényleg a fesztiválok esetében is egy ilyen nagyon előkelő helyet szerezhetnék meg az elkövetkező időszakban. Biztos, hogy az államnak is nagyon nagy szerepe van ebben. Amit mi eddig tudtunk segíteni ezen a területen, a promóció oldaláról, az MTZSZ részéről, a fesztivál szervezők már eddig is megkapták, úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban is még fokozottabban tudnak az ő promóciós csatornáikkal számolni. Ne felejtsük el, hogy ezen a külföldi turisták megszerzését nézzük, akkor az MTZSZ-nél nagyon sok fiatalok van külképviseletekkel. Ezen a külképviseletet már időben el tudják juttatni, az utazás szervezők, utazók feljelentek információkat, amit tudjuk kell a fesztivállattal kapcsolatban. Esetleg tudjuk konkrétan azt, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre arra, hogy a fesztiválokat promotáljanak, vagy hogy a fesztiválok mekkora összegre pályázhatnak? Amit tudunk, az ENKA-nak a pályázati alapja van mekkora, erre konkrét összegek állnak rendelkezésre. Az MTZSZ tevékenységének a lezárásában nincsenek így konkrétan meghatározott az összegek, hiszen említettem a külképviseleteket, és a külképviseletek esetében ez az ő munkájuknak a részét képezi. Ugye ők nem csak hogy az utazás szervezőkkel a kapcsolatban, hanem az újságírókkal is. Meghívnak különböző témában újságírókat Magyarországra, akik tudósítanak rá az egyes fesztiválokról. Hogyha ennek a médiai értékét nézzük, akkor ez nagyon nagyban meg is élül. De a legfontosabb, hogy nagyon sok embert eljut, és időben el kell jussanak ezek az információk, hiszen a fesztivál utazók már jóval előre pontosan tudják, hogy a nagy fesztivál utazók, hogy mikor, melyik koncertre, melyik fesztiválra fognak elutazni, tehát ők is tervezzek. Az ENKA-nak a keretösszege 2007-től nyújtó rendezvények számára a pályázati támogatás. 2007-ben a keretösszege 300 millió forint volt, 2008-ban 400 millió, 2009-ben 700 millió, 2010-ben 600 millió, 2021-ben az elefemész két turisztikai gondolatban a rendezvények támogatására pályázatot, ennek a keretösszege 150 millió forint volt, 2012-ben a pályázati alap 300 millió, 13-ban 310 millió, és 2014-ben 330 millió forint a tervező. Köszönöm szépen, és akkor most láttátok kérdezni, aki ugye a helyekkel elhangzott már, hogy az egyik legelőbb fontos a fesztiváloknak. Hogyan választotok fesztivált? Mi alatt jelenti meg el azt, hogy ez egy támogatható, vagy meg mi az a mondat, amit választott, hogy akkor ez lesz? Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy ennyire sok fesztivált támogatunk az összesülők, azt mondhatja, hogy szinte minden fesztiválban benne vagyunk. Az egyik legfontosabb szempont az, hogy főleg magyar résztvevők legyenek. Ez ahol talán egyedül a Balaton standard a kivétel, ahol sok a külföldi résztvevő. Egyébként pedig mi itt Magyarországon a fesztiválokon elsősorban a magyar fogyasztókat szeretnénk megfordítani a márkáikkal. Ahogy a vezérigazgató is elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire találkozik a fesztivál hangulata, ami más üzenetével. Nyilván, mivel van egy széles márka portfóliunk és van választék, ezért mondjuk a legtöbb fesztiválon meg tudjuk találni az ahhoz illethető márkát, ami jól passzol. És ez is nagyon fontos egyébként a siker szempontjából, hogy meg tudjuk azonosítani, hogy melyik az a márka, ami pontosan arra a fesztiválra való. És mikor, hogy érdekel, tehát mit
meg kellett mutató számaitok, hogy személyeket csak is mivel a értések döntik el. És is, nyilvánvalóan havi számszerűsíthető üzleti napon, hogy hány ekkor szerződött egy adott fesztiválon, de ugyanakkor nem csak ez a szempont, és főleg a nagy fesztiválok esetében nagyon sokszor ugye az a szponzorációs összeg, amivel mi a fesztivál támogatjuk, és amiért általában a szerződésben, vagy szinte kiegyenlítő, ugye kizárólagos értékesítési jogot kap egy cég. Van úgy, hogy ugye ez nem feltétlenül pozitív az a mutató, ha csak a számokat nézünk, viszont a márkaépítés szempontjából annyira erős a üzenet és a márkaépítési hatás, hogy bőven megéri, de hát ez nyilván nem olyan könnyen számszerűsíthető. Van-e esetleg olyan fesztivál, amelyik a kedvencei közé tartozik? Ezek nem van, hogy volt fesztivál, hogy egy okosabb körül szeretem, de egyébként én nagyon-nagyon szeretem azokat a kisebb fesztiválokat, amire még senki nem is gondolná, hogy egy sörös cég támogatja a kezdve a művészetek völgyét. Tehát, hogy ezek annyira nem tipikusan kötődnek a sörös cégekhez, de mégis ott vagyunk, és